Másfél évvel ezelőtt valósult meg az a beruházás, amely a korszerűbb, gazdaságosabb és környezetkímélőbb hulladékfelhasználást segíti. Ennek a projektnek a szerves része a három edényből álló hulladékgyűjtőrendszer. A zöld színű edénybe a komposztálni való hulladék kerülhet. A barna színű edényünk, aminek ugye a kiegészítés része az a barna színű zsák, amiben a zöld hulladék, amire a zöld hulladék elhelyezése szolgál. Ezen kívül van még a kék edény, amely talán a legfontosabb, az ugyanis a szelektív gyűjtés szolgálja. Így kerülhet bele papír, műanyag és fém hulladék. Ennek az edénynek kiemelt szerepe van a beruházás működtetésében. Egyrésztről mert a projektnek a része, másrésztről pedig a jelenlegi felállás szerint a közszolgáltató azon kívül, hogy a lakosságtól a közszolgáltatásért díjat szed be, nem tud rentábilisan működni, tehát gyakorlatilag szüksége van arra, hogy ezek a plusz bevételek, ami a szelektív hulladék értékesítéséből származik, azért a veszteségeinket, illetve azokat a lyukakat, azokat a költségvetési lyukakat pótolja, amivel a cégünk fent tud maradni, és a szolgáltatás folyamatosan tudja biztosítani. A kék edényben elhelyezett hulladék bekerül a János Somorjai lerakóba, ahol a feldolgozás után újra hasznosítják. A 71 érintett település közül Moson-Magyaróváron vitték el eddig a legtöbb edényt, pedig városunkban is a kukák mindössze 60%-a fogyott el. Próbálunk olyan köröket összehozni, amiben, hogyha a lakosság jelzi felénk, tömegével jelezné felénk, hogy ő átvenné ezeket az edényeket, akkor időnként egy gyűjtőjárattal, ha úgy tetszik, kiosztanánk az edényeket. Ugye ez most Moson-Magyaróvár városát érinti, és hát a környező településeken, tehát ahol jogosultak gyakorlatilag ezen edényeknek az igénybevételére, ott pedig az önkormányzatokkal próbálunk olyan kapcsolatot felvenni, hogy az önkormányzat maga vegye át ezeket az edényeket tőlünk, illetve odajelezze a lakosság, a település lakosság, odajelezze, hogy milyen és mennyi edényre lenne szüksége. Minden szolgáltatási díjat fizető városlakó személyesen és térítésmentesen elviheti a szeméttároló edényeket hétfőtől csütörtökig, reggel 7-től délután 3 óráig a Barátságúti telephelyről. Egy változást is bevezettek, eddig csak a családi házasövezetekben élők vihettek el kukát, most már azonban a társasházakban élők, illetve egyes intézmények is jogosultak az igénylésre.